Elszökött otthonról egy nagy testű kutya, majd egy olyan ingatlanhoz tévedt zagyvarégason, ahol nincs kerítés. Mivel a portán található vízóra akna csak egy vékony lemezzel volt lefedve, amikor az ebb rálépett, a lemez nem bírta el a súlyát, beszakadt alatta és az aknába esett. A kutya nem tudott magától kimászni az aknából, így az ingatlan tulajdonosa riasztotta az életjelmentő csoportot. A megyei műveletirányítástól kaptuk a riasztást, miszerint egy vízóraknába beesett egy nagy testű kutya. Az egység igen gyorsan kiért, mivel nem messze van innen a laktanyától, és itt megállapítottuk, hogy egy akita fajtájú kutyus került bajba. Csiplaolvasóval sikerült azonosítani a kutyust, egy Boris nevezetű akitáról beszélünk. Az egység kiszállt a helyszínre, létrával lementek az aknába. A kutya szerencsére szelídnek bizonyult, így nem okozott problémákat a mentés során. A kutya kimentése dugólétrával, illetve hevederek segítségével zajlott, majd utána, mikor kiérkezett a tulajdonosa a kutyának, akkor átadtuk neki, aki állatorvoshoz vitte a könnyebb sérülései ellátása érdekében. Egy hevedert vezettek át a hóna alatt, úgy segítették ki az aknából. A kutyában volt csip, így sikerült kideríteni, ki is a gazdája. Mint kiderült, egy zagyvarékasi háztól szökött el, értesítették a tulajdonost, és átadták neki a pórul járt kutyust. Az ebnek szerencsére nem esett komolyabb baja, kisebb lábsérüléssel megúszta a kellemetlen kalandot.